Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Chef YouTube csatornán. Itt van a tavasz energiája, éledezik a természet, és egy üde, friss receptet hoztam nektek. Egy zöldséges, színes frittattát fogok készíteni. Gyertek, tartsatok velem most is! Akkor pár szót ejtsünk erről az ételről, mi is az, hogy frittata. Hát egyfajta színes zöldséges omletet képzeljetek el, amit aztán a sütőben fogok megsütni, ebben a vastag peremű, magasabb peremű teflonos serpenyőben. Ezek a zöldségek hagyma, paprika, főtt burgonya és zöld borsó lesz, van némi aszalt paradicsomom, saját aszalású és egy kis spenót. Ezt lehet változtatni zöldbabbal, sárgarépával, bármivel, amivel szeretnétek. Én most ezt a verziót hoztam. A zöldségeket pedig fel fogjuk önteni egy úgynevezett szószal, ami az omlett gerincét képezi, natúr szójajoghurt, csicseri borsóliszt és egy kis füstölt, morzsolt tofuval, meg persze be fogom ízesíteni. Aki követi a csatornát, tudja, hogy egy vegán omlett vagy rántotta már megtalálható rajta, keressétek meg nyugodtan, ide mellékelem azért ezt a receptet is. Nagyon hasonló az összetétel, itt ugye az elkészítési mód és a zöldségek színessége fog még egy turbó hatást kelteni. Kezdjünk is bele a főzésbe, ne dumáljak annyit, tudom. Először is felmelegítettem a serpenyőt, és ennek a paradicsomnak van némi olívóolaj az alján, amit itt láttok. Ebből így szépen aláöntök, és ezen fogjuk elkészíteni az ételünket, és mehet is ez a szép fej vöröshagyma, fölvágom tetszőlegesen fél, vagy ilyen harmad szeletekre. Ahogy ez megvan, indulhat is a pirulás. Következő a paprika lesz, kicsumázom, tetszőlegesen, akár kockára, akár csíkra vágjátok, minden jó. Ezt a pirosat ugye a színe és az íze miatt is beletesszük. Egy picit várok, még a hagyma hadd induljon el. Már reflexből dobtam volna a serpenyőbe. Tehát a színe és az íze miatt az a piros nagyon jól fog kinézni benne. Ugye, ha sárgarépát használtok, az a narancssárga hatás az is feldobná az egész vizuális hatását. De felvágom a burgonyát tetszőlegesen. Ugye ez főtt burgonya, héjában főtt. Egészben meghámoztam, kihűtöttem, és ezután következik a szeletelés, tetszőlegesen, természetesen ezt is. Szépen pirulgat a hagymám, nem is várok, tovább mehet rá a paprika és a burgonya együtt. Ugye a paprika nagyon hamar elkészül, a burgonya meg már főtt, úgyhogy a krumplinak ugye pirulnia kell, a paprika pedig biztos, hogy meg fog puhulni, hiszen majd még lesz egy hosszabb sütési idő. Nézzük, mi a következő fázis. Hát igen, először is elkeverem. Mondhatjátok, hogy legyen egy keverés. Nagyon jó, rázunk rajta egyet, így egyenletesen feldobva adok egy kis hőmennyiséget a tűzhelynek, hogy hadd piruljon meg szépen ez a burgonya. Kezdjük el fűszerezni. Van itt nekem egy kis zöld borsom. Mehet rá rögtön. Aztán a burgonyának nagyon finom kis fűszere, a szerecsendió, itt van egy kis darabka, óvatosan, frissen így ráreszelem, az ujjamra vigyázok. Ez az, isteni bukéja van ennek a fűszernek, főleg ha frissen őrlitek, egészen különleges. És hát ez a recept, ez nagyon sok teret enged, hogy a kreativitást kibontakoztassuk, úgymond. Úgyhogy itt a fűszerezésnél is igaz ez, nem csak az összetevőknél. Úgyhogy szedtem reggel egy kevés friss rozmaringot, és ezt a pár zsenge levelet egészen apróra fogom felvágni. Mehet is rá ez a finom kis rozmaring. Gyönyörű. Van itt még egy kis kakukkfüvem, szintén frissen szedve. Ebből is morzsolok pár levelet. Na, mehet bele egy-két fokhagyma is, ugye a jó öreg fokhagyma. Nagyon jó, óvatosan kell vele dolgoznom, mert picit szétfőtt a burgonya, úgyhogy nem keverem szét, egyet pirul, forgatok rajta, megint egyet, és lassan jövünk is a szósszal. Jöhet a zöld borsó, mert hozzászórom, ugye ez le van párolva előtte, ezt a gyönyörű asszalt paradicsomot adom még hozzá, amint látjátok. Nagyon jó, elég lesz, kevés só, és készüljön el a szósz, ami maga az omletnek a testét fogja
jelenteni. A szósz alapja a szójajoghurt lesz, magas fehérje tartalma van, szépen amikor ez megsül, hőkezelés hatására úgymond kicsapódik, és így ilyen kocsonyás állaga lesz, ettől lesz majd isteni finom a kis szószunk. Mehet bele egy füstölt tofu darab, ez mondjuk egy ilyen jó 15 dekás füstölt tofu, picit morzsolok rajta, mert ezt le fogjuk majd turmixolni. Úgyhogy ez lehet akár natúr tofu, sejem tofu, kinek mi van otthon, mihez jut hozzá. Aztán fűszerezzük be ezt a kis szószt is, van itt egy pici zöld borsom, ezt most ilyen előre őröltet teszek bele. Aztán egy kevés kurkuma következik, egy jó mokkás kanálnyi, vagy talán egy picivel több. Megadjuk a sárga színt itt a omlettünknek. Aztán a jó öreg fekete só, biztos ismeritek, úgynevezett kénes só, ettől kapja meg ezt a tojásos ízvilágát, vagy beütését az ételünk. Van itt nekem egy kevés vizem, ki van mérve, tehát ezt már arányosan adagolom a szószhoz, és a csicseri borsó liszt, ami majd szépen megadja ennek a sűrűségét. Mehet bele így az egész, és akkor egy sütőporral fogom meglazítani, hogy lazább szerkezetű legyen, kicsit ilyen tojáskocsonya hangulatú legyen az ételünk, közben egyet itten dobok a cuccon, nagyon jó illata van, úgyhogy egy fél sütőpor elég lesz, nem akarom, hogy szétrobbanjon, szétmenjen ez az étel, ez elég is lesz, nagyon jó, minden benne van, szóljatok, ha valami hiányzik, hát esetleg még egy fokhagymát, ez is itt kap, és akkor egyelőre jöhet egy habverő, kikeverem a nagyját, és utána rámegyünk egy botmixerrel, hogy csomómentes legyen. Oké, megvan az alap, nagyon jó a szín, ha látjátok, szép sárgás az omlettünk. Na, jöhet egy botmixeres kezelés, szuper, megvagyok a szósszal, nagyon szép, sima és krémes lett, tökéletes. Állítsuk össze az omlettet, most jön az a rész, hogy szépen ráöntöm a masszánkat az omlett alapjára, viszont elmondom nektek, hogy annyira színes és gazdag lett, és annyira sok van a serpenyőben, hogy ezt a spenótot nem fogom hozzáadni. Maximum frissen készítek belőle egy leveles salátát, az is nagyon izgalmas lesz hozzá. Még mielőtt ráönteném a szószt, ezt a kevés reszelt sajtot így szépen rászórom, elegyengetem itt a zöldségeket, és jöhet a leöntés. Eddig nagyon szépen haladunk, nézzétek, közben ott elindult a sülés, egyet rázok a serpenyőn, egyet mozgatok, így a, hát nem is a kanalammal, talán egy evőkanállal belenyúlok, hogy egy picit folyjon be a massza így a zöldségek közé, és egy percet hagyom, picit piruljon alulról, kapjon egy kis színt, hiszen majd amikor elkészül, ki fogjuk borítani, és a teteje jó, hogyha egy kicsit pirultabb színvilágú, és hamarosan bevágom a sütőbe. És mehet is be a sütőbe, arra vigyázzatok, hogy olyan serpenyőt választhatok, ami nem műanyag nyelű, nincsenek műanyag alkatrészek, ez teljesen fém, úgyhogy bírja a magas hőt, 180-200 fok, és körülbelül 20-25 percre tervezem, aztán majd megnézzük új próbával, hogy mennyire szilárdult meg. Eljött az idő, hogy felvágjuk a kis fritattánkat, sütés után hagytam állni, hát egy jó másfél órát, egyrészt, hogy kihűljön, másrészt, hogy merevebb legyen, jobban vágható legyen, természetesen vissza lehet melegíteni sütőbe, vagy grillen, vagy bárhol, na de borítsuk ki és vágjuk meg, hogy néz ki, ez most nekem is egy lutri, így fogom a deszkára közvetlen kiborítani, nagyon jó, megpirult az alja, természetesen ezt levághatjátok, ha valakinek nem tetszik, de nem ez a lényeg, hanem a belseje. Először is félbevágom, és nézzük szépen meg a belsejét. Nagyon jó, megkötött itt egy darab paradicsom. Azt javaslom, hogy cikre vágjátok, és így lehet tálalni, vagy akár szeletelni. Nagyon jól néz ki, megkötött. Nézzétek a szeletet, elég vastagon burgonyás. Jó krumplis, itt van ugye az omlett része. Hibátlan, isteni lett, nagyon jók az ízek. Amint látjátok, ez egy olyan típusú étel, hogy egyszerűen csak így snackként lehet fogyasztani, elkapjátok, kézbe veszitek, és már lehet is enni, akár így magába, akár egy salátával, vagy egy szószal, ha vártok vele, még merevebb lesz, könnyebb lesz,
vágni és fogyasztani, de amint látjátok, tökéletesen kielégítő az állaga, nagyon szépen megsült, elégedett vagyok vele, kellőképpen rugalmas, nem maradt nyers, de nem lett túl kemény és száraz sem, tehát nagyon jók az arányok, amit természetesen a recept alatt veletek is megosztok. Nézzétek meg, milyen kis gusztusos, trendi a tálalás is. Talán egy picit túlsütöttem, figyeljetek rá, hogyha már nagyon kérgesedik fönt, akkor már kijöhet a sütőből. Hát remélem tetszett a videó, és elkészítitek, ajánlom mindenkinek. Gluténmentes, igaz, hogy jó sok szója van benne, de isteni finom lett a végeredmény. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!